Az elmúlt év az utazási irodák tekintetében 70-90%-os visszaesést eredményezett. Több javaslat is van arra vonatkozóan, hogy a jövőben hogyan utazhatunk majd. Érdemes azonban már most nézelődni, akár foglalni is, hiszen az irodák a megszokott 40%-os foglaló helyett most 0%-os foglalóval rögzítik az utazási szándékokat. Valóban vannak foglalások, ugye az említett most egzotikus utazásokra vonatkozóan is tehát a helyzethez képest relatíve nagyobb érdeklődés és foglalások is, illetve a nyára is valóban megindultak az előfoglalások. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy most már több tízezres előfoglalás állomány van így magában a rendszerben, tehát a hazai utazási irodáknál. Úgyhogy valóban ezekkel a kedvezményekkel, meg az előfoglalási időszak miatt elkezdődtek a foglalások. Ha valóban nem is olyan mértékben, mint az elmúlt években, de ez így van, és hát valóban mi mindenkit arra tudunk ösztönözni, hogy érdemes, hogyha valaki utazni szeretne nyáron, mielőbb, hiszen ahogy fogynak a helyek, és ahogy például a külföldi utazási irodák is egyes nyáron közkedvelt üdülő területeken vagy országokban lekötnek kapacitásokat, ahogy fogynak a helyek, értelemszerűen az árak is emelkednek. Az utazási kedv egyre nő, és ez mindenképpen bizakodásra ad okot az utazás szervező irodáknak. Továbbra is az egzotikus desztinációk a népszerűek, amiket légi úton meg lehet közelíteni. Ilyenek például Dubaj, a Dominikai Köztársaság Zanzibár, vagy éppen Mexikó is. Már büszkén mondhatjuk el, hogy végre elindultak a foglalások. Szinte majdnem minden nap van érdeklődés utasok részéről, hogy mint tudnak utazni, milyen feltételekkel, és ne felejtsük el, hogy most valóban igaz, hogy érdemes foglalni, hiszen ugye a legtöbb ajánlat arról szól, hogy 0 forinttal be lehet már foglalni, csak magát a helyet bebiztosítani, és nem kell fizetni majd csak a tavasszal az első összegeket. És azért tavaszig, mikor oda kerül a sor, hogy fizetés, addigra ugye lassan eltelik 1,5-2 hónap, tehát jobban fogjuk látni azt, hogy halad az ország az oltásokkal, hogy haladnak más országok, mennyire mondható majd biztonságosnak az utazás. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a lehetőséget nagyon-nagyon sokan kihasználják, hogy most nem kell fizetni, gyakorlatilag csak a helyüket biztosítják be. Az első hullámmal ellentétben most az utazás minden résztvevője, légitársaságok, szállodák rugalmasan próbálják kezelni a helyzetet. Amennyiben bármilyen a koronavírus miatti változás lép életbe, esetleg mi magunk leszünk igazoltan COVID-betegek, mindenféle extra költség nélkül ajánlanak fel későbbi időpontot átfoglalásra.